Sziasztok! Hétvégére egy szupergyors ázsiai receptet hoztam, ami nem más, mint a mongol marha. Szerintem gyorsabban össze lehet dobni, mint hogy a futár kiérne a kínai kis büféből. Még mielőtt nekilátunk a húsnak, rakjunk fel egy adag rizst főni köretnek. Amíg az megfő, el is készülünk a marhával. Én egy fél kilós marha lábszárat választottam, de dolgozhatunk fartővel vagy nyakkal is. Szóval a húsunkat vágjuk 2-3 mm vastag szeletekre. Adjunk hozzá egy evőkanál kínai bort, ez opcionális, egy evőkanál sötét szójaszószt, fél teáskanál szódabikarbónát és két evőkanál keményítőt. Forgassuk össze őket és tegyük félre pihenni. Közben karikázunk fel egy fej lilahagymát, aprítsunk fel 3 gerezd fokhagymát és egy nagy újnyi gyömbért, ezek adják majd az ízek alapját. Ha ezzel is megvagyunk, készítsük el a szószt a marhához. Ehhez nem kell más, mint 60-70 ml víz, 60 ml világos szójaszósz, 3 evőkanál cukor, és 2 evőkanál kínai bor, szintén opcionális. Egy serpenyőben forrósítsunk fel 1 evőkanál olajat, és pirítsuk meg a marha szeleteket. Ha nincs nagy serpenyünk, akkor inkább 2 körben csináljuk. Nem kell teljesen átsütni a húst, nem baj, ha még egy-két helyen látunk rózsaszín részeket. Tegyük félre egy kicsit a húst, és a visszamaradt szafton pirítsuk meg a fokhagymát és a gyömbért, de vigyázzunk, hogy ne ígyenek le. Ha már kezdenek barnulni, akkor adjuk hozzá a lilahagymát, majd 1-2 perc után mehet bele a szósz is, egy evőkanál keményítő társaságában, amit jó alaposan keverjünk el. Amikor látjuk, hogy kezd sűrűsödni a szósz, adjuk hozzá a marhát és jól forgassuk át, hogy minden hús meg tudjon ismerkedni a szószunkkal. Ha a szósz kellően besűrűsödött, akkor tulajdonképpen kész is vagyunk. Egy szép adag rizs társaságában tálaljuk, a tetejére mehet szezámmag és pár vékonyra szelt újhagyma. Az utóbbi nálam pont elfogyott. Jó étvágyat! Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, és ha szeretnétek még hasonló videókat látni, akkor mindenképp iratkozzatok fel.